Valamikor réges-régen élt egy apa, és ennek az apának volt három fia. Amikor ez az ember megöregedett, betegségek támadták meg a testét. Szeme elvesztette a látását. A fiai összebeszéltek, és oda mentek az apjukhoz. Atyám, az nem lehet, hogy nincs orvosság a bajaidra, és nincs gyógyszer a szemeidre. Mondd meg, hogy hova menjünk, és mi az életünk árán is elhozzuk. Szemem csak akkor nyeri vissza a látását, és bajaim csak akkor hagyják el a testemet, hogyha a lánysak kertjében csodatévő gyümölcsből hoztok nekem. A legidősebb felnyergelte a legszebb lovát, és magára öltötte a legpompásabb fegyverét, és útnak indult. Először elhagyta a hegyeinket, utána elhagyta az idegen hegyeket, átkelt a hóhegyeken, és át a jéghegyen. És akkor ott meglátott egy öreg embert, amelyik a nagy forróságtól megrepedezett utat varrogatta. Köszöntelek, jó öreg! Hát jó szerencsét is kívánnék neked. Na de minek a jó szerencse egy ilyen fölösleges munkához? Az öreg abba hagyta a munkát, felegyenesedett, és azt mondta. Én is csak annyi szerencsét kívánok neked, mint te nekem. És folytatta a munkáját. És a fiú tovább indult. Ment. Még egyszer egy olyan országban élt, ahol a folyó medrében tej folyt, és a szőlő télen élt. És ott olyan csodálatos kertekre lát, amilyet még soha nem látott. Bement a kertbe, és gyönyörű gyümölcsökkel. Azt gondolta, hogy bizonyára ez a lánysnak kertje. Úgyhogy kiválogatta a legszebb gyümölcsöket, hátizsákjába tette, fölpattant a lovára, és hazament. Apám, meghoztam a gyógyszert a bajaidra. Köszönöm, fiam, mondta az apja. De hogy? Ilyen hamar visszafordultál, visszatértél. Elmentem odáig, mondta a fiú, ahol a folyóban tej folyik, és a szőlő télen is érik. Ott csodálatos gyümölcsökre álltam, és azt gondoltam, hogy na, ez bizonyára a lánysapja. És szedtem belőle. Jaj, fiam! Én, amikor fiatal voltam, ebbe az országba hamarabb elértem, és vissza is jöttem, mint amennyi idő alatt egy fiatal bárány megsül. Nem olyan könnyű eljutni a lánysak birodalmába. Hát útnak indult a középső. Ő is kiválasztotta a legszebb lovát, a legpompásabb fegyvereket, és útnak indult. Először elhagyta a hegyeinket, majd elhagyta az idegen hegyeket, átkelt a hóhegyeken és a jéghegyeken.
is meglátta azt az öreg embert, amelyik a nagy forróságtól megrekedezett utat forgatta. Köszöntelek, jó öreg! Hát, te meg mit csinálsz? Jó szerencsét is kívánnék neked, de minek a jó szerencs egy ilyen fölösleges munkához? Az öreg felállt és ránézett, és azt mondta neki. Én is annyi szerencsét kívánok te neked, mint amit én kaptam. És folytatta munkáját. A középső fiú megsarkantyúzta a lovát, és ment tovább. Elért abba az országba, ahol a tejfolyó folyik. Azon is keresztül ment, ahol a szőlő télen érik. Majd abba az országba ért, ahol a folyók medrében olaj folyik. És ott olyan csodálatos kertekre lelt, amilyenről még nem is hallott. Bement a kertbe, és teleszette a hátizsákját, pompásabbnál pompásabb gyümölcsökkel. Azt gondolta, hogy ezek olyan csodálatos gyümölcsök, hogy bizonyára a láncsa. Hoztam a orvosságot a bajaidra, mondta nagy boldogan, nagy büszkén. Az apja meg csak ezt mondta. Jaj, fiam, hát ifjú koromban hamarabb megfordultam abból az országból, ahol te most jártál, mint amennyi idő alatt egy pipa dohányt elszívsz. Nem ilyen könnyű eljutni a lánysok kertjébe. Úgyhogy elindult a legkisebb. A harmadik fiú. Ő felszállt egy lóra. És elindult. Először elhagyta a helyeinket. Majd elhagyta az idegen helyeket is. Elhagyta a hóhegyeket és a jéghegyeket is. És ő is meglátta azt az öreget, amelyik a nagy forróságtól megrekedezett utat varrogat. Nézte, nézte egy ideig, majd így szólt. Köszöntelek, tiszteletre méltó öreg. Látom, gondolsz az utak vándoraira is. Kísérje hát munkádat, szerencse. Az öreg felegyenesedett, és azt mondta. Köszönöm, fiam. Szerencsés utat kívánok neked is. De mondjad, hová mész? Merre tartasz? Én? Mondta az ifjú. A lánysak kertjét keresem. Szeretnék vinni a csodatébő gyümölcséből beteg apámnak. Nem tudod, hogy merre kell menni? Segíts nekem. És akkor az öreg azt mondta. Jól van, segítek. És még három jó tanácsot is adok neked. Menj tovább. Menj tovább, majd elérsz egy országba, ahol a tejfolyó folyik. Aztán menj tovább. Át kell kelned egy országon, ahol a szőlő télen érik. Aztán egy olyan országon, ahol olajfolyó folyik. Majd túl kell menned a mézfolyón is. És akkor még ugyanannyit kell menned, mint amennyit a mézfolyóig megtettél. És ott majd három toronyra lelsz. Az egyik ezüstből van, a másik kristályból, és a harmadik aranyból. A tornyuk az eget veri. Na ez a lánysak irodalma. Aztán ott majd egy vaskapura lelsz. De nem akármilyen kapu ez. Ez egy varázskapu. Vigyázz! Kézzel ne nyúlj hozzá, mert ha hozzáérsz, halálfia vagy. Hanem keres egy botot, abba verj egy szeget, és azzal a szeggel nyisd ki majd a kaput. De a kertbe nehogy belépj, se mezítláb, se csizmával, mert ahogy belépsz, az őrök azonnal észreveszik és elfognak téged.
hanem fűből. Kösd magadnak talpat, és azzal menj be a kertbe. Aztán ott majd könnyen megtalálod a csodatévőfát. De nehogy kézzel nyúlj a gyümölcséért. Mert hogyha hozzáérsz, a fa megfolyt téged. Hanem a bot másik végében hasítsd föl, és azzal szedjél a gyümölcsből. Ennyit mondott az öreg, majd folytatta a munkáját. A fiú megköszönte, és ment. Elért abba az országba, ahol a Teri folyó folyik. Látta azt az országot is, ahol a szőlő télen érünk. Átúsztatott az olajfolyó, majd a mézfolyó. És csak ment, ment. És alkonyatra a három toronyhoz ért. Egészen fölértek az ég. Találta a vaskaput. Keresett egy botot, belevert egy jó nagy szöget, és azzal nyitotta ki a kaput. A vas győzött le, kiáltotta, sikoltotta a vaskaput. Mit bánom én, ha a vas legyőzi a vasat? Mondta a lánsak. Azt hitte, hogy a kapuszárak dörzsölődnek egymáshoz. Jaj, ne zavarj, aludni akarok. Ez idő alatt a fiú fűből cipőt készített magának, és belépett a kertbe. A fű győzött le, a fű legyőzött. Susogták a fűszálak. Ej, mit bánom én, ha a fű legyőzi a füvet? Mondta mérgesen a lánysak. Hát nem hagytok aludni. Azt hitte, hogy a szél játszik a fűszálak között. Közben a fiú odaért a csodatévő fához. Fölhasította a botját, és ezzel elkezdte szedni a gyümölcsöket. Jaj, a fa legyőzött, a fa győzött le, susogták a fának az ágai. Hát mit bánom én, ha a fa legyőzi a fát, mondta mérgesen a lánysak. Azt gondolta, hogy a szél játszik az ágakkal. Hagyjatok már aludni. És a fiú teletöltötte a hátizsákját. Indult volna már hazafel, amikor oldhatatlan vágy fogta el, hogy megnézze a lánysakot. Megfordult, és fölment a palotára. És amikor belépett a termekbe, hát ott látta egy aranyos ágyon feküdni, aludni a lánysakot. A lánysak homlokán csillagra gyogott. Az ágy két végén ezüst gyertya állt és égett, és mellette egy terített asztal volt. Rajta kupa bor. A legény odament, és minden egyes ételből kóstolt egy falatot. Majd ivott rá egy kupából a bort. És akkor odament a lánysak ágyához, és elnézett. Ilyen szép. Még soha életében nem látott. Megdobbant a szíve. Volt neki egy gyémántgyűrűje, ezt lehúzta, és ráhúzta a lánysaknak az ujjára. Majd megfordult, és hazament.
Mikor hazaérkezett, az apja fogadta. Már nagyon vártalak. Hol jártál? Hol voltál ennyi ideig? Apám, a lánysak kertjében jártam, és hoztam neked a csodatévő gyümölcsökről. És akkor megmutattam neki a zsákjában a gyümölcsöket. Az apja megnézte, és azt mondta, most már a szemem visszanyeri a látását, és betegségeim eladják majd a testemet. Köszönöm, fiam. És így lett. Evett a csodatévő gyümölcsökből, és tényleg a szeme visszanyerte a látását, és a betegségek megeladták a testét. Egészségesebb lett. Jobban látott, mint fiatal korában. Na de nézzük meg, hogy mi történt a lánysa. Mikor felébredt, hát rögtön észrevette, hogy az ujján egy gyémántgyőr van. És az asztalán, az ételeiből és az italából evett valaki és ivott. Ki járt itt nálam? Kérdezte mérgesen a csodatévő tükrétől. Egy olyan tükre volt, ami csodákat tudott. Ettől a tükörtől, ha valaki kérdezett valamit, hát az az igazat elmondta. Az elejétől a végig. Így is lett. Ez a tükör elmondott mindent a lánynak a fiúról. Mindent, hogy mi történt. A lány sakk 7 ország uralkodója volt. Összehívta az összes fegyveresét, mind a 7 országból. Élükre állt, és elindult oda, abba a városba, ahol ez az apa élt a három fiával. A város szélén letáborozott, sátort vert, és követeket küldött az apához, hogy jöjjön elő az, aki az ő kertjében járt, és szedett az ő csodatévő gyümölcséből. Én voltam az, mondta a legidősebb. És oda is ment a lánysak elé. Te jártál a kertemben? Igen, én. És te szedtél a gyümölcsömből? Igen, én, mondta a legidősebb. Akkor mondd meg, hogy hogy szedtél. Hát hogy? Hát kézzel. Na, ha kézzel, akkor pusztulj előlem, mert hazudsz. És szégyen szemre bizony el is oldalgatt ez a fiú. És ugyanígy járt a középső is. Akkor aztán oda ment a legkisebb. Megállt a sátor előtt, ott ült a lánysa, és meghajolt előtte. És akkor a lánysa így szólt. Te jártál a kertemben? Igen, én. És te szedtél az én gyümölcsömből? Igen, én. És hogy szedtél? És akkor a legkisebb fiú szépen sorban mindent elmondott. Hogy nyitotta ki a vaskaput? Hogy lépett rá a fűre? És hogy szedett a gyümölcsbe? Hogy kóstolta meg az ételeket? És milyen íze volt a bor? Akkor a lánysa felállt a székéről, kiment a sátor elé, és a katonái előtt 3-szor meghajolt a fiú előtt. Aztán megtartották a lakodalmat. És jó hosszú ideig éltek, jó boldogság. És szép fiaik születtek. Olyan bátrak és okosak lettek, mint az apjuk. És gyönyörű leányaik, akik olyan bátrak és okosak lettek, mint az anyjuk. És hát addig éltek, amíg meg nem haltak.
nem tudok csak.